-e, Magyarországon. Gyerünk egy Közel egy hónappal ezelőtt a Záhonyi határnál adtak hangot elégedetlenségüknek a magyar gazdák. Traktorok tucatjai zárták el az Ukrajnába vezető utat, tiltakozva az Európai Bizottság azon döntés ellen, amely lehetővé tenni újabb egy évre az ukrán termények vámmentes behozatalát. A gazdatüntetések szerte Európában azóta is rendszeresek. A hazai termelőknek a termés mennyiséget tekintve hiába volt jó tavalyi évük. Az olcsó ukrán gabona a komoly piaci hátrányt okoz, ráadásul az az egészségre is ártalmas lehet. Rácimra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, az Európai Bizottság kezd hajlandóságot mutatni a szigorításokra. Nagy lépés lett már az, hogy 16 ország lényegében azt az álláspontot képviseli az Unióba, amit Magyarország is követel a kezdetektől kezdve, és ezek a tüntetések is nagy valószínűséggel ahhoz fognak zárulni, hogy mégis bizonyos szabályokat korlátozni kell az ilyen áruk behozatala iránt, illetve az a nagy zöld nyomulás az állattartással kapcsolatosan, a szigorítások, növényvédőszer használatokkal is, amit be akartak vezetni az európai gazdákra. Ezen azért mégis az észszerűség határain belül kell gazdálkodni, mert az úgy nem lehet egy országot átállítani, hogy holnap majd ilyen bogarat fogunk fogyasztani, és akkor nem kell állatokat tartani. Szóval én azt gondolom, hogy még ez egy ilyen amerikai hóbort lehet, és remélem, hogy Magyarországon ez soha nem is következik be. Ugyanazt nem lehet kijelenteni, hogy minden Ukrajnából érkező gabona káros, de az bizonyos, hogy az európai feltételekhez képest ellenőrizetlenül termesztik. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal több szállítmány vetőmagot megsemmisített már Magyarország területén, a veszély tehát valós. Rácimre azt mondja, a 16 ország egységes fellépésével valódi nyomást tudnak gyakorolni az Európai Unióra, bár a mostani megoldási javaslatot korábban már Magyarország megfogalmazta. A mezőgazdaság számára egy nagy sikert hozhatna az, az olaszország, francia, német gazdák most alapvető kiindulási pontnak célozták meg azt, hogy a mezőgazdasági termékeknek legyen egy önköltsége ára, és onnan kezdődjön a kereskedelem a gyártóknak a, a rárakódása. Ezt mi körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdeményeztük Magyarországon az Agrárminisztériumnál, és el is jutottunk a másik ciklussal addig, hogy tárgyalásra alkalmasnak minősítette az Európai Mezőgazdasági Bizottság, és ráhagyta a döntést már erre a ciklusra. Ebben a ciklusban addig eljutott ez, hogy megnyilatkoztatták az Európai Uniós gazdákat, hogy szeretnék-e ezt bevezetni a mi kezdeményezésünket. Úgy tessék elképzelni, hogy 5000-en töltötték ki a nyilatkozatot az Európai Unióba, Magyarországról 3000-en, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mi, ezt szorgalmaztuk és most szembesülünk azzal, hogy amit mi 7 évvel ezelőtt kezdeményeztünk, az olasz, francia és a német gazdák ezt kívánják bevezetni alapból. Az Agrárkamara vármegyei elnöke hozzátette, már csak azért is kiemeltem fontos az önköltség csökkentése, mert a növénytermesztők egyre inkább kivannak téve az időjárás okozta viszontagságoknak. Most amiatt van aggódni valójuk a vármegyei gazdáknak, mert a rendkívül enyhe téli miatt már javában rügyeznek a gyümölcsfák, így rendkívül nagy erőket kell mozgósítani a tavasz folyamán a jelentősebb fagykárok elkerüléséért.